Hála kell szívvel állunk meg előtted. Mennyi édesatyánk, hogy úgy szeretted földi teremtményedet, az embert, hogy egyetlen egy szülött fiadat halálra adtad, hogy kimentse az átok alól, amellyel megátkoztad az embert ott a paradicsomban. Hogy eleget tegyen a bűnért ott a keresztfán, hogy vérét öntsa. Légy áldott, hogy mi keresztények ünnepet szentelhetünk ezen a napon. Urunk, bocsáss meg azoknak, akiknek semmi sem jelent ez az ünnep. De tudjuk azt, hogy egyszer eljössz majd, és kinyilatkoztatod magad, mint dicsőséges király. Hogy eleget tegyél annak a proféciának is, amely feliratott ott a keresztfán, hogy a zsidók királya. Köszönjük te néked, hogy most szólhat az ige, szabadon hirdetetik ebben az országban. Köszönjük te néked, hogy mi is áthatjuk és magasztalhatjuk a te nevedet. Köszönjük, Urunk, hogy még az időt is alkalmassá tetted arra, hogy akik akarnak, ott lehessenek a te házadban a te igét hallásán. Urunk, azért könyörgünk, te légy most is itt közöttünk, a te szent lelked erejével is munkálkodjál. Azon munkálkodjál, hogy valamennyien, akik együtt vagyunk, és szerte a világon, akik együtt vannak a te igéd körül, azok mind megismerjék és megtapasztalják annak a lényegét, amely ott a keresztfán eldőlt. Azt a győzelmet megtapasztalják, amelyet Jézus Krisztus alatt a bűnben. Áld meg bennünket egyenlőként a szívünket és a mi gondolatunkat egyaránt, hogy rá tudjuk ügyeszteni. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Isten igéjét olvasom, testvérek, amint az írva található a Lukács evangéliuma szerint ige szakaszban a 23. részben, a 23. rész 32-től 47-ig terjedő ige szakaszban következőképpen. Két gonoszterőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt, ugyanígy a gonosztevőket is. Az egyiket jobb, a másikon bal keze felé. Jézus pedig így könyörgött. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Aztán sorsvetéssel osztozkodtak ruháját. A nép ott állt és nézett. A főemberek pedig csúfolták őt, velük együtt. Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő a Krisztus, az Isten választotja. Kigondolták a katonák is. Oda mentek hozzá, eszetet vittek neki, és így szóltak. Ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat. Felírás is volt a feje fölött, görög, latin és héber betűkkel írva. Ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Ha te vagy a Krisztus, menj meg magadat és minket is. De a másik megrógta ezt mondva neki, nem félsz az Istentől, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre így felelt neki. Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. 12 órától egészen 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitje pedig középen ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott,
Atyám, a te kezedbe teszem el az én lelkemet. Ezt mondva, meghalt. Amikor a százados látta, mi történt, dicsőítette az Istent és így szólt. Ez az ember valóban igaz volt. És az egész sokaság, amely erre a látványra verődött össze, mikor meglátta a történteket, mellét vette és hazatért. Ismerősei pedig mind, valamint az asszonyok, akik a Galileából követték ő, távolabb állva figyelték mindezt. Isten áldása legyen a felolvasott igén, annak megtartóján és befogadóján. Igényetetésre készülve énekünk, testvérek, a 180-as énekünket. 180 énekünk ugyanarra a dallamra megyen, a töredelmes szívet, te Uram, szereted.
Ezért öröm ünnep ez a mi számunkra, keresztények számára. Mert Jézus Krisztus ekkor aratott diadalt a sátán és a halál fölött. És ekkor szerzett mindenkünk, nekem és neked testvérem, örök életet. Ha elegettett volna a kérésnek, megszabadította volna magát és a kereszten lévőket. Akkor vett tudomásul testvérem, hogy nekünk pagányoknak nem nyílt volna út a mennyországba. Mert Jézus Krisztus sem is hasonló lett volna mi hozzánk emberekhez. Engedetlenné vált volna Istennel szemben, úgy, ahogy az első Ádám engedetlenség folytán kárhozatot szerzett az embernek, akkor Jézus sem üdvösség szerző lett volna, hanem kárhozat szerző. De mivel Jézus Krisztus végigvitte az ő küldetését, és az ő célját elérte, így megszerezte minélkünk az ő üdvösség. A felolvasott mondatból azt tűnik ki, hogy nem is az utolsó időkben szerezte meg az üdvösséget az emberiség számára, hanem már ma azt mondotta a Latornak mellette, hogy már ma velem leszel a paradicsomban. Tudod, mikor kezdődik a te örök életed, a te örök üdvösséged, testvére? Nem majd a feltámadáskor, hanem akkor, amikor a szívedbe befogadod a megváltó Jézus Krisztus. Amikor Úrnak vallod őt a te életedbe, és minden másnál fontosabb lesz a te életedbe az, hogy a te üdvösségedek munkája. Az, hogy Jézus Krisztust hirdessen úton útfélen, alkalmas és alkalmatlan időben. Amikor a te életedet erre a célra teszed fel, és nem a Barabás útját járod, akkor igen. Tegnap előtt este arról szolgáltam a Barabásról, hogy Pilátus feltette a választási kérdést a nép számára, hogy melyiket választák. Barabást vagy Jézust, aki Krisztusnak mondja. Az ott őt körülvevő nép Barabás. A világ hiát választotta. Nem féltem már a rettegett gyilkostól, Barabástól és betörőtől, nem félt. Hanem félt ettől a maga tehetetlen Jézus Krisztustól, aki még ott a kereszten is parancsolónak tudott lenézni. Aki megtehette volna, hogy egyetlen szavára angyaloknak seregei jöttek volna el, hogy megszabadítsák őt. De ez, hál' Istennek, ez a parancsszó az nem hangzott el. Hanem elhangzott inkább más. Imádkozott azokért, akik a feszízs meget kiáltották. Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekeztek. És voltak Jézus Krisztusnak követői, akik hasonlóképpen tudtak cselekedni életük folyamán. Elsőként István Vértalóról olvasunk. Akkor, amikor a követ zuhogtak rá, akkor ő is így imádkozott. Igen, ezt jelenti kereszténynek lenni. Ezt jelenti megváltott embernek lenni, az üdvösség részesének lenni, hogy tudsz megbocsátani az ellenségednek. És akkor nem átkozhoz kérni a saját fejedre akkor, amikor a mi atyánkot mondod, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek a vétkét. De így, addig, amíg nem tudsz megbocsátani a te ellenségednek, amíg csak azokat tudod szeretni, akik téged is szeretnek, addig átkozz kérsz a fejedre, amíg valahányszor elmondod az úri imádságot. És még ez alól az sem mentesít, mint hallottam az egyik embertől, akiknek kérdeztem, hogy és mit teszel azzal akkor, amikor a mi atyánkot mondod, mikor ezt a mondatot mondod, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, azt mondja, azt kihagyom. Igen, mert a lelki ismert, a lélek az, amely gondol, tudja az belülről,
hogy nem igazán mondjuk ki ezt az imádságot, ezt a szót. Jézus Krisztus tudott így imádkozni, és tanított bennünket így imádkozni. Hogy Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekszem. Igen. Jézus Krisztus király. Pilátus nem is tudta, hogy maga, hogy ő proféciát hajtott végre Istennek a jövendőlését, hol írta fel oda a keresztpára. És hitetlen ember, pogány ember bízott meg Isten az ő proféciájának kimondásával, kiteljesítésével. És ez a hitetlen ember, ez Pilátus volt. És aki ragaszkodott hozzá, aki nem másította meg a főembereknek a kérésére a felírást, hanem azt mondta, hogy amit írtam, megírtam. Ragaszkodott a kijelentéshez. Mi hogyan ragaszkodunk Istennek a kijelentésére? Istennek a szava valóban vezérfonal, ami számunkra, amit olvasunk naponta, vagy hallunk az igéből? Valóban azt szerint szabályozzuk a mi életünket? Vagy vannak világi mozgató rúgói a mi életünknek? Bizony vannak. Bizony mi is hajlamosak vagyunk melegedni a világ kizeinél, úgy, ahogy Péter melegedett. És testvérem, vett tudomásul, hogy valahányszor a világ tüzénél akarsz melegedni, mindannyiszor a Péternek a sorsára, a tagadásnak a sorsára fogsz jutni. Mert Jézus Krisztus nem enged más utat, mint az egyedül való utat, amely Jézus Krisztus, aki azt mondta magáról, hogy én vagyok az út. És senki sem mehet az Atyához, csak én által. Jézus Krisztus megnyitotta a mennyek bezárt kapuját az emberiség előtt. Megnyitotta az ő engedelmes halálát, kereszt halálát. Kedves testvérem, tudom, hogy te néked és nékem nagyon sokat jelent ez az ünnep. Az bizonyítja, hogy itt vagyunk, együtt vagyunk. De vajon azoknak mit jelent, akik magukat szintén jó reformátusoknak vallják ebben a községben, vagy szerte világon. De megtehetnék, és mégse tudnak időszakítani arra, hogy az ő életükkel, azzal, hogy jönnek Isten házába, hogy megjönnek, hogy bizonyságot tegyenek a világ előtt, hogy ti mondhattok akármit, de én Jézusé vagyok, és Jézus Krisztus az én Uram, és megváltom. És hogyan fognak majd kiáltozni a hegyeknek, hogy essetek mirejánk akkor, amikor Jézus Krisztus majd, mint király eljön hatalommal ítélni eleveleket és voltak. Hogyan fognak majd csikoltozni és kiáltozni? Úgy, ahogy csikoltoztak annak idején, Noé idejében az özönvíztől. Igen, mert bezáratik a bárka ajtaja. És bezáratik a kegyelem ajtaja is. Ma még lehet. Ma még szabad. Így énekeljük az egyik kedves felkéletében. Ugyan meddig lehet, és meddig szabad. Ugyan tudunk-e naponta hálát adni Istennek azért, hogy szabadon hirdettetik hazánkban az evangélium? Azért, hogy most már lehetővé teszik azt is, hogy még a televízión keresztül is hallható legyen a jövő vasárnaptól Isten igéje? Igen. Mert nem adatik hatalom mástól, hanem csak Istentől, és a világi hatalmak is Istentől adatnak. És hiszen akkor teszi félre a világi hatalmakat is, amikor ő akarja. Nekünk hívő embernek ezzel tisztában kell lenni. És az indulatokat és az akarást is ő diktálja a szívekbe. Csak az a baj, hogy még azoknak, akiknek nem kellene Isten akarata ellen cselekedni, azok is inkább a világ útjait járják. Kedves testvérek, akkor, amikor
békekonferenciákkal vannak elfoglalva a mi egyházi vezetőink, akkor nem az Isten útját járják. Hiszen Jézus Krisztus megmondotta, hogy nem ebben a földi életben jön el az a békesség, hanem majd Jézus Krisztus hozza el magával az ő ezer éves királyságában. Jézus Krisztus megmondotta, hogy mit lesznek az utolsó időben, hogy háborúságok. És ha Isten azt akarja, akkor háborúság lesz, de ha Isten azt akarja, akkor békesség lesz. Mert övé a hatalom, és övé a dicsőség is. Hanem valami más bízott mirejánk Isten, Jézus Krisztus, ott a kereszten is, és már előtte is, akkor, amikor kiküldte a tanítványait a missziói parancsal, hogy elmennén szélese világra, tegyetek tanítványokká minden népet. Ez bízott mirejánk, igen. Ugyan hanyan teszünk eleget ennek a küldetésnek? Hanyan? Ekkor tudjuk Jézus Krisztusnak a kérését, a kereszten való kérését igazán teljesíteni. Hogyha eleget teszünk, ha nem szégyeljük az ő evangéliumát hirdetni, alkalmas és alkalmatlan időben. Felírás is volt a feje fölött, görög, latin, héber betűkkel írva, ez a zsidók királya. Ez a zsidók király. A zsidók megvetették az ő királyokat. Felkelt messiásukat, aki nem emberi kéz által kenetett királya, megvetették. És úgy is látják használt. Ezek az idők is bizonyítják, hogy úgy is látják használt. Mi ugyan megvettük-e a zsidók királyát? Elfogadjuk-e messiást? Tudjuk, hogy az utolsó időben ők is el fogják fogadni a messiást. Igen, el fogják fogadni. De addig milliárd pogányokra bízatott, pogány keresztényekre bízatott az, pogányokból lett keresztényekre, hogy még a zsidók között is hirdessük a messiást. Azt a messiást, amelyet nekik hirdettetett meg, nekik ígértetett meg. Igen. Szoktam hallgatni, mondhatom, arról néha van a zsidó missziónak egy-egy adása. Olyan csodálatos, hogy Isten ott is napról napra gyarapítja az üdvözülteknek a seregét. Napról napra. Hogy vannak misszionárusok, akik vállalják még abba a környezetbe is, ahol nem szívesen lát, hallott dolog Jézus Krisztusról bizonyságot tenni. Hirdettetik az evangéliumot. Jézus Krisztus neve győzedelmes név. Akkor, amikor majd eljön, minden tért meghajol. Ennek a névnek hallatán. És aki Úrnak vallja, Jézus Krisztus lesz megtartott. Legfőbb bizonyság a felolvasott ige, ma velem leszel a paradicsomban. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek azt, hogy ti szíveiteket. Ezt mondja Jézus Krisztus. Miért? Hogy mennyire igaz, hogy az Atyának a szíve is megrendült, és megrendítette az egész földet, ezt olvastuk. Egész földet megrendítette. Bizony nagy dolog volt az. A világon a legnagyobb esemény ment végre a teremtés óta. Jézus Krisztus meghalt a kereszten. Ettől nagyobb esemény nem történt még ezen a világon. És a legközelebbi, legnagyobb esemény pedig az lesz, amikor dicsőségesen visszajön. Megrendült a föld,
és a templom kárpítja pedig középen ketté mosott. Ez azt jelenti, testvérek, hogy most már nincs szükség közbenjáróra. Hogy mi földi halandók Isten elé járuljunk. Mert tudjuk, hogy a bűnért való engesztelő áldozatot a főpap végezte ott a zsidó népnél. Neki kellett odavinni a bárány, vagy a gerincét, vagy amit a bárány volt, a bűnért való áldozat. A főpap végezte. A szentek szentjébe senki sem mehetett be, csak a főpap. Jézus halálával ketté mosott a kárpit. Megnyílt az ég. Most már bátran járulhat mindenki oda. A kegyelem királyi székéhez, Istenhez. Bűneivel oda járulhat. És van bocsánat. És van bocsánat. Isten megbocsátja. Minden megbánt és elhagyott bűn. Azt mondjuk. Bánjátok meg bűneiteket és hagyjátok el. Mert csak arra a bűnre van bocsánat. Jézus Krisztusnak a halála is munkásság volt. Még a halálával is üdvözülteket szerzett magának. Azt olvassuk, hogy a pogány százados, aki valószínű sorni sem tudott Jézusról, a Krisztusról való proféciáról semmit, mert ők nekik más istenek voltak, pogány istenek. És amikor látta Jézus Krisztusnak a halálát, és hallotta az ő szavait, és látta a jeleket, hogy elsötétedett az ég, és megrendült a föld, akkor így kiáltott, hogy bizony Isten fia. Itt ugyanebben a részben úgy van, hogy bizony igaz ember volt. Ez az ember igaz volt. De a Máté Evangéliumnak, ahol a mai ige szakaszban a bibliaolvasók alól szerint ott az van, hogy bizony Isten fia volt. És elment és dicsőítette az Istent. Egy szóval megtért. Megtért ahhoz, akit addig még nem is ismert, csak esetleg hallomásból. Esetleg hallott róla, hogy hát ezek a pura zsidók, ezek egy bizonyos jádet, ez a bizonyos Istent imádják. És magasztalta Istent. Azt az Istent, akihez Jézus így könyörgött, hogy Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekeznek. És ő ezt magára vette. Mi magunkra veszünk a sokszor ezt az imádságot. Sokszor nem tudjuk, hogy mit cselekszünk. Hogy majd a mi halálunk valóban megtérés szereze valakinek, vagy valakiknek a számára. Hogy a mi halálunkkal is azt hirdessük, hogy van feltámadás. Nem régen temettük el édesapámat. És oly csodálatos volt, hogy nem a halál hirdetett a koporsójánál, hanem a feltámadás evangéliumát. Igen. Mert van feltámadás. Mindenkinek van feltámadás. Még azoknak is, akik nem hisznek benne. De attól függ, hogy mire támadnak fel az emberek. Ki mire támad fel? Van, aki az örök életre, van, aki az örök kárhozatra. Melyiket válaszol? Isten nem erőszakos. Ó, abban az időben, akkor, mikor a feltámadást, ezt minden földi vagyonunkat odaadnánk, majd odaadnák az emberek az üdvösségért. Mindent odaadnának. De ebben a földi életben nem tudják elfogadni. Hogy egyre szükséges dolog. Itt nem tartanak igényt Jézus Krisztusra, mert itt a világi örömök hajszolása az az elsődleges. De majd akkor, amikor minden bor lesz, porrá ég, akkor mit tesznek majd vele? Akkor mit?
Ez a százados elment és magasztalta Istent. Mi mit teszünk? Akkor, amikor elmegyünk. Innen az ő házában az ige hirdetés után mit teszünk? Valóban Istent magasztaljuk? Vagy a világot? Vagy a világi énekeket énekeljük napjainkban? Mi borzasztó dolog az, hogy még hívő családoknál is legtöbbször a világi éneket, a slágerek, azokat hallani ki a házadból. Nem az Isten magasztalunk. Mi sok gyönyörű zsoltáraink és énekeink vagyunk. Igen. Legalább hálából ennyire tartoznak. Ezért a nagy árért, amelyet Jézus Krisztus kifizetett értünk a bűneinket. Amen. Imádkozom. Áldj és magasztal a mi szívünk, felséges Isten, mennyi édesatyám, azért, hogy Jézus Krisztus érdeméért mi is atyámnak szólíthatunk tégedet. Köszönjük te néked, hogy nem engedted meg, hogy a sátán ott a kereszten, amikor kísértette az egyszülött fiút, Jézus Krisztus, hogy eleget tegyen az emberek kérésének, hogy csodát produkáljon, hanem az a fiú az engedelmes volt a keresztfának halálát. Légy áldott azért, hogy így nagy árat fizettél életünk, mennyi édesatyám. Légy áldott azért, hogy Jézus Krisztus örök üdvösségnek a szerzője lett a mi számunkra. Úrunk, bocsáss meg azoknak, akik még ezt nem ismerték fel. Bocsáss meg minékünk is, hogy sokszor haszontalan és reszolgák vagyunk, hogy nem azon munkálkodunk, hogy a környezetünkben élők is megismerjenek téged, hanem sokszor legtöbbször a világi dolgaink foglalnak el bennünket. És azzal van tele a mi szívünk. Úrunk, légy áldott azért, hogy most arra tanítasz bennünket. Hálából mi is próbáljunk embereket halászni. Embereket oda vezetni te hozzád, Jézus Krisztus. Oda az alá, a kereszt alá, ahol kihult a te drága véred, a bűnöknek bocsánatjára. Úrunk, könyörgünk te hozzád azokért, akik most nem lehetnek itt közöttünk. Különösképpen azokért, akiket a betegség ágyhoz kötöz, akik szenvednek, Úrunk. Úrunk, te légy az ő orvosuk, te hallgass meg az ő kiáltásokat, a gyógyulásokért való könyörgésüket. Könyörgünk érettük, te légy irgalmas hozzájuk. Könyörgünk te hozzád az árvákért és az özvegyekért. És könyörgünk te hozzád a bevándorlókért, Úrunk, akiknek még nincs hajlék a fejük fölött. Te neked van a hatalmad, induljon meg a szíved rajtuk, mennyi édesatyám. És indítsad a népek szívét is, hogy könyörületesek legyenek hozzájuk. Könyörgök te hozzád a mi gyermekeinkért is. Úrunk, te látod, hogy mi sokszor hagyagoltuk el az ő nevelésüket, és nem vezettük te hozzád oda. És nem a te róla szóló történetekkel tanítottuk őket, hanem azon voltunk, hogy a világi boldogulásukat azokat segítsük elő. És mi sokszor terhel bennünket kötelességtudat, és halasztjuk el azokat. De te nálad irgalom van és kegyelem. És te, Urunk, ami elmulasztott dolgainkat is jóvá tudod tenni. Végezd el a szívükben, hogy hitre jussanak és megismerjenek téged. Hogy megismerjék az örök életnek szerzőjét, Jézus Krisztus. Úrunk, könyörgünk te hozzád az elkövetkező alkalmainkért is, az esti alkalomért is. És könyörgünk te hozzád az ünnepekért. Te szenteld meg a mi ünneplésünket, és te készítsd a mi szívünket az úrvacsorához. Áld meg a mi életünket. Áld meg a legkisebbeket és a legnagyobbakat a mi családjainkban. Úrunk, áld meg mindazokat, akik te hozzád tudnak kiáltani, hogy emlékezzél meg rólunk, ha eljössz a te országodba.
légy közöttünk a te szent lelked erejével. A szívünkbe tudjuk forgatni a te igédet, miként ezt tette Mária. Hogy a mi életünkben valóban békesség költözzön. Hallgass meg könyörgésünket. Annak nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket a kísértésben, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.